Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval az a helyzet, hogy amit Szávai képviselőtársam két hozzászólásával ezelőtt elkezdett pedzegetni, az tulajdonképpen maga ennek az egész problémának. Arról van szó, hogy amit itt elmondott a saját családjával kapcsolatban Szávai képviselő úr, az tulajdonképpen bármelyikünk családjában előfordulhat. Arról van szó, államtitkár úr, hogy többek között azért is van szükség aktanyilvánosságra, hogy az erkölcsi minőségek tekintetében világosan lássuk. És ezek az erkölcsi minőségek nem arról szólnak, hogy vannak jó emberek meg rossz emberek. Arról szólnak ezek az erkölcsi minőségek, hogy vannak emberek, akik bizonyos nyomás alatt vagy bizonyos helyzetben így viselkedtek, egy más helyzetben pedig adott esetben pontosan annak a gépezetnek voltak vagy lettek az áldozatai, amit egyébként különböző szakaszokban maguk is szolgáltak. Ez a magyar történelem. Ezt viszont jogunk van tudni, jogunk van megismerni a saját családunk történetét, jogunk van megismerni a saját hazánk történelmét. És államtitkár úr, továbbra sem tudok attól tágítani, hogy nem utolsó sorban azért is szükség van aktanyilvánosságra, azért is szükség van a régi állambiztonsági múlt feltárására, mert hát valóban Kontúr képviselő úr rendkívül szakszerűen szólt közben, nem, a privatizáció valóban nem 1990-ben kezdődött, nagyon igaza volt képviselőtársa, hanem már 1988-ban az átalakulási törvénynél, illetve a 1988-as társasági majd átalakulási törvénynél elkezdődött. Jó okunk van azt gondolni, hogy a kelet-európai országokban minél bársonyosabban, úgymond békésebben ment végbe a rendszerváltás, annál könnyebben lehetett konvertálni a hálózati tőkét gazdasági tőkévé. És nem pusztán a múlt feltárásáról van szó, nem pusztán történészi kíváncsiskodásról, és nem pusztán morális tisztánlátásról, jó lehet, ezek is fontosak. Továbbra is vannak olyan jelek a magyar politikában, a magyar gazdaságban, amik azt mutatják, hogy azok a hálózatok, amik 1989 előtt összeálltak, ezek, ha megfogyva bár, de törve nem, továbbra is működnek. Hát államtitkár úr, gondolom a heti válasz sűrűn szokta lapozgatni. Ha mondjuk a heti válasznak az elmúlt pár évben a lapszámait figyelmesen olvasta, akkor ön is rábukkanhatott olyan jelekre, olyan feltevésekre, amik a mai magyar politikáról szólnak, a mai magyar gazdaságról szólnak. Ha önök rejtve tartják ezeket az aktákat, továbbra sem fogunk tisztán látni a jelent illetően sem. És az a helyzet, hogy az semmiképpen sem kielégítő megoldás, hogy egy narancsszínű bizottság az éppen aktuális politikai érdekek alapján bizonyos iratokat előránt, bizonyos személyekre rámutat, másoknak meg megünnepli a születésnapját. Hát milyen világ ez? Hogyha világos erkölcsi mércét akarunk felmutatni, akkor nincs olyan, hogy valaki úgymond nekem kedves kommunista, azt megsüvegelem, kiültetem biodíszletnek, egyébként pedig éppen politikai érdekem szerint előhúzogatok különböző aktákat. Ezt így nem játsszuk. De pontosan ezért lenne arra szükség, hogy egy olyan bizottság jöjjön létre, ahova nem a kétharmad választ, hanem az egyes frakciók is adott esetben tudnak delegálni szakértőket. És nyilván, hogy önöket milyen sanda szándékok vezették a kodifikáció során, erre szépen rámutat egy egyébként persze nem túl jelentős rendelkezés, a 29. paragrafus másik bekezdés BH pontjánál, ahol ugye megfogalmaznak amúgy irányában nagyon helyes összeférhetetlenségeket, hogy a hivatalnál kik dolgozhatnak. Na most az a helyzet, hogy nem lehet ugye a hivatalnál foglalkoztatott személy olyan, aki a Magyar Szocialista Munkáspárt olyan tagja, akinek tagsági jogviszonya nem kilépéssel vagy kizárással szűnt meg. És itt nincsen semmilyen időhatár. Hát önök is pontosan tudják, hogy 1988-89 zavaros éveiben hányan lényegültek át, hagyták ott az MSZMP-t, nem volt már az nagy kunszt. Jó, tudom, volt, aki akkor lépett be, és utána jó fideszes lett, ilyen is történt, de pontosan tudjuk, hogy akik 1989-ben kilépdeltek az MSZMP-ből, azok
nem azért léptek ki az MSZMP-ből, mert mondjuk a kommunista párt hatalmas terrorcselekményeket hajtott volna végre. Pontosan tudjuk azt is, hogy számosan úgy léptek be ellenzéki szervezetekben, hogy közben még egy ideig párhuzamosan fenntartották a tagságukat az MSZMP-be. Az, hogy önök ide nem vezettek be egy időhatárt, mondjuk 1988. május 22-ét Kádár János bukását, vagy hát kár, hogy már nem Lezsák úr elnököl, mondjuk 1987. szeptember 27-ét a lakitelki sátor felállítását. Hogyha ilyen történelmi dátumokat bevezettek volna, hogy honnan fogadják el ugye mentő, vagy honnantól visszafelé számolva fogadják el mentő körülményként a kilépést, akkor ez tiszta beszéd lenne. Az, hogy itt is olyan elegánsan elfelejtik időhatárhoz kötni, hogy a kilépés honnantól kezdve értékelhető politikai tett, pontosan annak a lenyomata, hogy önök egyébként mit gondolnak a múlt tisztázásáról. Önök maszatolni akarnak, önök továbbra is fönn akarják tartani azt a játékot, amit az elmúlt 25 évben is játszottak, hogy amikor a hatalmi érdekük úgy kívánja, akkor bizony együttműködnek olyan hálózatokkal, olyan személyekkel, akik kiszolgálták a kommunista diktatúrát, amikor viszont kampányidőszakban például kiélyesen lehet kommunistázni az MSZP-re, akkor elő tudnak rángatni különböző adatokat, bizonyítékokat. Na, ettől van többek között morális válság ebben az országban. Ezt a játékot kéne abba hagyni, és ahhoz, hogy ezt a játékot abba lehessen hagyni, ehhez aktanyilvánosságra van szükség, államtitkár úr. És hogy önök sanda politikai szándékból hogyan masszatolnak, arra jól rámutat az a rendelkezés is, amire szintén Szávai képviselőtársa mutat. Önök az úgymond kommunista hatalom gyakorló szervezetek között föltüntetik például a Szociáldemokrata pártot, amit bedarált a kommunista hatalomgépezet, illetve az az MKP, amelyik ugye a szovjet szuronyokon keresztül szerzett meg már közhatalmat 1944 végén, de nem szerepelnek a további koalíciós pártok. Hallott ön például Dobi Istvánról? Hallott ön például Barcz Sándorról? Kisgazda politikusok voltak. Olyan kisgazda politikusok, akik egyébként kiszolgálták később a kommunista rendszert. Miért pont a Szociáldemokrata párt van itt? Miközben a Szociáldemokrata pártot épp úgy bedarálták persze, mint hogy a Nemzeti Parasztpártot, a Kisgazdapártot, vagy éppen a különböző polgári pártokat. Tehát játszunk akkor tiszta játékszabályok szerint. Rendben van, hogy vizsgálhat koalíciós pártokat, vagy 44 utáni parlamenti pártokat ez a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, de akkor soroljuk fel valamennyit. De olyan nincsen, hogy önök sanda ideológiai politikai szándékból ide kavarják a Szociáldemokrata pártot, amelynek vezetőit ugyanúgy börtönbe vagy munkatáborba küldték, mint számos kisgazda, illetve polgári politikust. Ez egyszerűen gyalázatos történelemhamisítás, államtitkár úr. És nagyjából ez a szemlélet, ez a kétszínű képmutató szemlélet az, ami ezt az egész törvényjavaslatot átszövi. Önök meg akarják úszni ezt a kérdést. Nem, nyilvánvalóan érezték azt, hogy nem lehet úgy ráfordulni a 2014-es kampányra, hogy van egy elvarratlan szál. Most majd mutogatni fognak arra, hogy létrehoztunk egy bizottságot. Csak ne gondolják hülyének az embereket. Önök itt kábították a saját választóikat is azzal, hogy majd a Fidesz itt rendet fog tenni. A Fidesz lezár egy korszakot, fülkeforradalom volt, 20 zavaros esztendő, mondta itt a szószékről ugye a miniszterelnök. Ehhez képest meg akarják úszni a szembenézést, jegyzem meg, való igaz, nem csak az aktanyilvánosság tekintetében, hiszen az elmúlt három évben volt több más olyan javaslat, ahol egyébként az LMP azt az álláspontot képviselte, hogy legalább beszéljen róla az országgyűlés, gondolok itt akár a luxus nyugdíjak ügyére, akár a lusztrációra, a Fidesz ezekből a kérdésekből folyamatosan kihátrál. Vajon miért, államtitkár? És még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy fontos és elengedhetetlen az, hogy ebben az országban világos morális határok legyenek. Fontos az, hogy 25 év után tisztán lássunk a múltat illetően, tisztán lássunk akár a saját családunk múltját illetően is. De legalább ennyire fontos az, hogy 25 év után ne legyen ez az egyetlen ország a szégyen szemre Kelet-Európában, Kelet-Közép-Európában, ahol továbbra sem lehet pontosan tudni azt, hogy a korábbi hálózati politikai tőke hogyan váltott át kulturális, médiabeli vagy éppen gazdasági tőkévé. Államtitkár úr, ne bújjon az egyébként megtört spiclivé lett emberek vagy éppen ilyen emberek emléke mögé. Nem csak arról van szó, hogy kikből lettek politikusok, hát azt is pontosan tudjuk, hogy hány olyan médiamunkás van, sőt,
ma már portál tulajdonos, meg portál főszerkesztő, akiről lehet sejteni, meg hát meg is jelent, csak ugye polgári per terhe mellett lehet csak ugye ilyenekről beszélni, hogy bizony kiszolgálta a kommunista állambiztonságot. Erről miért nem lehet nyíltan beszélni? Miért nem lehet nyíltan beszélni arról, hogy hát a különböző politikai kísérletek mögött az elmúlt 20 évben hány olyan figura állt, akiről aztán megjelent, hogy nem is az volt a valódi neve például, aminek kiadta magát, amikor mondjuk egy parlamenti párt vezető testületében volt, és aztán föltűnt zöld párt alapítóként mondjuk 2000-ben. Hány ilyen történet van? Hányan voltak mondjuk a független kisgazda, földmunkás és polgári pártban 1990-et követően, akik főszerepet játszottak a különböző belharcokban? Az ember csak nézett, hogy mi folyik itt az országgyűlésben, meg egy koalíciós párt, egy parlamenti párt házatáján, és aztán hogy nem, kiderülgetett az, hogy hát bizony ezek az emberek nem a kisgazda eszmeiséget őrizgették, mint lángot a Kádár rendszer alatt. Meddig kell még ezt elviselni ennek az országnak? Mit fogunk mondani majd a saját utódainknak, államtitkár úr? Hogyha itt egy kétharmados többség nem képes arra, hogy elvarjon szálakat, és világos morális határvonalakat meghúzzon, akkor mit várunk ettől az egész országtól? Hogyan gondoljuk azt, hogy Magyarország egyszer majd mégiscsak egy olyan hely lesz, amiről nem lehet azt elmondani, hogy egy következmények nélküli ország. Mert azt kell világosan látni, hogyha az állambiztonsági múlt tekintetében Magyarország egy következmények nélküli ország lehetett 89 után, és ezt az állapotot fenntartjuk, akkor ne csodálkozzunk, hogy a politikai korrupció, a hatalmi visszaélések tekintetében is ez az ország valóban hungarikum, mert hogyha kicsit elnézünk például délre vagy nyugatra, de bárhová a környékre, akkor azt látjuk, hogy bizonyos tetteknek vannak következményei. Az, hogy ez a magyar félmúlt, mert nem múltról van szó, félmúltról, sok esetben jelenről van szó, ez elvaratlan lehetett 25 éve, ez arról tanúskodik, hogy Magyarország továbbra is egy következmények nélküli ország. És önök most ahhoz segítkeznek, hogy ez így is maradjon. Önök nem ezt ígérték a saját választóiknak. Nem ezt ígérték a 2010-es kampányban, és nem erről handabandáztak egy nagyléptékű beszédekben itt a szószékről. Erről van szó. És erre kéne végre választ adni. Arra kéne választ adni, hogy miért ketten vannak bent egy ilyen jelentőségű törvénynek a tárgyalásán a Fidesz frakcióból. Nem mi terjesztettük ide ezt a törvényjavaslatot, államtitkár úr, mielőtt egy olcsó poénnal visszalőne, hogy én egyedül vagyok, én egyedül a saját frakciómnak a hetedét képviselem. Nézzük már meg, hogy a 262 fős kormánypárti többségből hány százalék van jelen. De államtitkár úr, az a helyzet, hogy mi háromszor hoztunk ide aktanyilvánossági törvényjavaslatot, és mind a három alkalommal a mi frakciónk itt volt. Önök most miért nincsenek itt? Miért hallgatnak a vitában? Miért csak a személyeskedő bekiabálások azok, amik elhagyják az önök képviselőinek a száját? Miért nem vitatkoznak? Miért nem érvelnek? Miért nem próbálják megvédeni a védhetetlent? Erre válaszoljanak. Köszönöm szépen.